Magyarország az idei esztendő elején meghirdette a déli nyitás politikáját, amelynek lényege, hogy az afrikai, latin-amerikai és karib-térségi gazdasági kapcsolatainkat fejleszteni tudjuk. Jól láthatóan ezért egy komoly nemzetközi verseny zajlik. Jelenleg azonban mind Oroszország, mind Kína, mind az Egyesült Államok az Európai Unió előtt jár ebben a tekintetben. Azonban jól látszik, hogy a magyar-latin-amerikai gazdasági kapcsolatok folyamatosan bővülnek. Az exportunk az idei esztendő első 7 hónapjában 18%-kal növekedett. Nagyon fontos, hogy a külgazdaságnak ezt a lábát is használni tudjuk. Az Exim Bank egy 1,8 milliárd eurós hitelkeretet nyitott azzal a céllal, hogy a magyar vállalatok latin-amerikai gazdasági tevékenységét finanszírozni tudjuk, és 265 ösztöndíjat ajánlottunk fel összességében hallgatóknak a latin-amerikai térségből, hogy jöjjenek Magyarországra tanulni, így megteremtve az emberek közötti kapcsolatot, mint a gazdasági együttműködés legfontosabb alapját.